A gépek felvonulásával vette kezdetét a gépész Kovács találkozó Újfehértón. Volt itt minden, ami a régmúltra emlékeztette az idősebbeket, a fiataloknak pedig betekintést nyújtott abba, nagyapáink milyen járművekkel dolgoztak hosszú évtizedekig a földeken. Ez például egy GS-35-ös traktor, ami 54 éves. Ezek régen a szántásra, talajmunkákra használták, ugye a háború után, ugye ezek a gépek építették fel az országot, ugye sokan nem tudják, ugye csak az idősebbek, hogy ezekkel, aki most indítani fogja, a Sanyi bácsi, ő éveket dolgozott ezzel, és ezzel mindenféle munkákra, szántás, beszállításokra, cséplőgépek hajtására, bármilyen feladatra lehetett használni őket. És mai napig üzemképesek, majd fogják is látni. Ezek pedig már stabil motorok az 1800-as évek végéről, az 1900-as évek elejéről működés közben. Ilyen gépek hajtották régen a mezőgazdasági eszközöket, ugyanazt a célt szolgálták, mint most a villanymotorok. A stabil motorokat Albertírsáról hozták, és azt is megtudtuk, hogyan lehetséges az, hogy még működőképesek. Megcsináltuk őket. Sok-sok üzemórával, nem a feleségeinket simogassuk, hanem ezeket a gépeket. Az országos gépészkovács találkozót immár 8. alkalommal rendezték meg Újfehértón. Ez egy lélekemelő pillanat, amikor egy olyan gépet bemutathatunk mi gyűjtők számunkra is, a közönségnek, illetve a közönségnek is. Tehát beszélgetni egy kicsit a régmúltról, a nagyapáink, akik ugye jellemzően mezőgazdaságból éltek, az ő mindennapjaikat megismertetni, látni azokat a gépeket, amelyeket ők használtak, és hát tulajdonképpen ebben a gyűjtő társadalomban egy küldetéstudat is van, hiszen a múzeumok önmagukban nyilván nem tudnak begyűjteni minden értékes darabot. A találkozón, amelyre az ország minden tájáról érkeztek gyűjtők, felújított veterán motorkerékpárokat és autókat is megcsodálhattak az érdeklődők.